eleve az egész államigazgatás rettenetesen papíron megy. Az ügyfelek papíron adják be a kérvényüket. Papíron kell, hogy megkapja a határozatot. Ha egy társszervet megkeresünk, egy bíróságot, egy tűzoltóságot, stb. Papír megy oda, papír megy vissza. Főleg ez a nagyon szomorú számomra, hogy két államigazgatási hatóság vagy szerv között nincs elektronikus összeköttetése normális lehetőség. Dossziékban tároljuk az adatokat, természetesen hát nem csak olyanokat, mint aminek éppen látszódnak, hanem sajnos valós anyagokat is. És hát közismert, hogy a számítógépet csak írógépként használják a kedves kollégák. Nincs kialakítva egy rendszer, hogy mire is való a számítógép, hogy adatbázisban tároljunk adatokat, hanem szinte csak egy kicsit az átlagnál intelligensebb írógépnek használják. A harmadik, vagy itt a negyedik probléma, amit írtam, amit ugyancsak hallottunk már ma, hogy sok kicsi, régi, adott esetben kötelező szoftver van az államigazgatásban. Hallottuk, hogy vannak olyan kötelezően használt szoftverek, amelyek még doszossak. Van olyan szoftver, amely 11 éve készül, még mindig nem készült el. Mondanom sem kell, hogy mire elkészül, már elavult lesz, hadd ne mondjam ki a nevét. Bár ugyan egyszer hallottuk. Ez a tendencia, ami van az államigazgatásban, ezt én úgy szoktam nevezni, hogy számítógéppel segített ügyintézés. Hasonló kifejezést a informatikában máshol is hallottunk, számítógéppel segített rendszertervezés, számítógéppel segített rajzolás, stb. Az ott pozitív, ez itt egy negatív szó akar lenni, mert a számítógépen nem segíteni kell az ügyintézést, hanem számítógépesíteni. Ez olyan, minthogyha veszünk egy autót, és nem rendeltetésszerűen használjuk, hanem mondjuk olyan módon, hogy a képen látszik. Kétségkívül, hogy így is sokkal jobb utazni, mint szekéren, de azért, ha már vettünk egy autót, akkor mégse így kéne lépni vele. Mi az, ami még a falat növeli? Hát a falat növelik azok a cégek, amelyek természetesen el akarnak adni valamit számunkra. A kereskedelmi szoftverek és gyártók, amelyeknek az állami pénz vagy az önkormányzati pénz mindig jól jön. Hát ez eléggé közismert, hogy ha magánemberként akar az ember valamit vásárolni, az kerül valahány forintba, mondjuk egy csempézés egy fürdőszobának. Ha egy önkormányzat kéri ugyanazt, akkor úgy egy olyan ötös szorzót hozzátehetünk. Ha egy minisztérium, akkor 10-15-ös szorzó fog hozzákerülni a csempéző vállalkozó által. Ez a tendencia, ez valószínűleg a szoftverekre is igaz, csak magánemberként senki nem próbál mondjuk iktatási rendszert vásárolni, ezért bizonyítani nem tudom. Mit tegyen egy döntéshozó? Az államigazgatási szervnél a döntéshozók jogászok, államigazgatási főiskolát végzett szakemberek, akiknek az a feladatuk, hogy a kerület vagy az intézménynek a ügyeit intézzék. Nálunk például szociális segélyeket folyósítanak, kerületi adót beszedik, építéshatósági ügyintézést végeznek. Ehhez nem számítógépes szakemberre van szükség nyilvánvalóan, hanem az adott szakterület ismeretére. Egy jogásznak, vagy egy építéshatósági ügyintézőnek a számítógép csak egy eszköz. Olyan, mint a ceruza. Ahogy ceruza gyártással se akar foglalkozni, nem fog érdemben odafigyelni arra, hogy milyen számítógépet használjon, milyen szoftvert használjon. Ő számára ez csak egy eszköz. És neki kell mégis ezt az eszközt megvásárolnia, a hardvert vagy a szoftvert, és hát döntéshozóként övé a feladat, hogy mit vegyen. Hát jól tudjuk, hogy elkezdik megrohanni ők a szélszesek, a legkülönbözőbb ajánlatokkal, mindenféle megoldással, hogy az ő termékét vegyék. Még a Nokia doboz is szóba kerülhet adott esetben. Mindez azért, hogy elkápráztassák a döntéshozót. Amely döntéshozó hát így nem ért hozzá, és nagyon nehezen tudna dönteni, mert nem ez az ő szakmája, nem ez az, amihez ő ért. Mit fog akkor választani? Nem értek egy területhez, amit legtöbben mondanak, amit leginkább nyomatnak a fejembe, a széles út, azt kövessük mi is, hiszen otthon is ilyen szoftver van, unokahúgomnak is ez a szoftver van, máshol is ezt láttam,
Nagyon nehéz, hogy egy vezetőt rávegyünk arra, hogy ne a széles utat válassza, hanem a keskenyet. Pedig a keskeny út az Bibliából is tudjuk, hogy célra vezetőbb. Mit lehet, mint még egy akadálya a open source szoftverek bevezetésének? Hát maguk a felhasználók. Hát erről is hallottunk már. A felhasználók azok a önkormányzatok ügyintézői, feltehetőleg nem informatikai diplomával érkeznek hozzánk. Nagyon-nagyon sok mindent tudnak, nagyon fontos beosztásuk van. Én nagyon becsülöm azokat a kollégákat, most képzeljétek el, hogy százával jönnek ügyfelek naponta, a legkülönbözőbb stílussal, legkülönbözőbb kultúrával vagy kultúrálatlansággal, és ezek az ügyintézők ezeket a, hogy mondjam, különböző kulturálatlanságú vagy kulturáltságú ügyfeleket kulturáltan, normálisan el kell lássák, el kell rendezzék becsületesen. Ez egy nagyon nagy hivatás. Emellett nehéz, megértem őket, hogy számukra egy a száz közül az, hogy ő jól értsen a számítógéphez. Nem is értenek hozzá, talán látszik ez a furcsa színű szöveg is, a szóközzel középre húzott szöveg. A legszebb példa, sajnos nem tudtam elhozni, egy olyan szöveg volt, ahol negatív margóval volt egy bekezdés megírva, minek következtében kiment a margón kívülre, és hogyha mégsem margóra nyomtassák a papírt, ezért szóközökkel visszahúzták befelé. Ilyen fajta stílusú dokumentumok keletkeznek a kollégák kezei között. Másik az, hogy adott esetben úgy dolgoznak, hogy egy 10 évvel ezelőtti hasonló tárgyú dokumentumot elővesznek, amit még a Win95-nek megfelelő Office-ban, Microsoft Office-ban készítettek. Azóta azt 4-5 kolléga különböző tudású hozzányúlt, beleírt, egyik szóközökkel, másik tabulátorral, stb. És most tessék ezt elővenni és használni. Hát persze, hogyha egy szabványos szövegszerkesztőből betöltjük, semmelyikbe, bármelyikbe betöltjük, ebből normális eredményt nem kapunk. De ez nem a szoftver hibája, ez annak a hibája, hogy egy rossz gyakorlat van adott esetben az adott irodán, hogy régi adatokat szedünk elő. Ezt nem is elektronikai vagy szoftvereszközzel lehet megváltoztatni, hanem azzal, hogy egy olyan munkastílust írunk elő az adott irodán, hogy vegyünk elő egy üres sablont, amit persze előtte meg kell csinálni, és a sablont kitöltve kapjunk határozatot, végzést, stb. Stb. Hasonló probléma, hogy a kedves kollégák és kolléganők egyszerű megnevezéseit nem ismerik a számítástechnikai eszközöknek. A képernyő számukra a számítógép, az a nagy dobozott alul, az meg a Winchester. És hiba bejelentések olyanok szoktak jönni, hogy hát nem megy ez az izé. Na most telefonon egy ilyen hiba bejelentés, na erre válaszoljon a user supporter, hogy most mit fog erre mondani. Nem vagyok én informatikus, ezért ne várjátok el tőlem, hogy tudja körlevelet írni. Nem vagyok én informatikus, ezért ne várjátok el tőlem, hogy ismerjem azt a gombot, hogy cím középre húzása, stb. Stb. Hát ez egy olyan fal, amit nagyon-nagyon nehéz átlépni. Természetesen lehet, hiszen mi is próbáljuk, mi is tesszük. A következő, hogy kollégák és vezetők azt mondják, hogy legyen, hozzunk új szoftvereket, csináljatok ti varázsló informatikusok, vagy ahogy egy régebbi, ugyancsak államigazgatási helyen neveztek minket, szellemírtók, csináljatok akármit, csak ne változzon semmi. Na hát pontosan ez a rossz, hogy mi nekünk nem az a célunk, hogy egyik szövegszerkesztő helyett egy másik szövegszerkesztő legyen, az is, de hát arról ma már sokat beszéltek, hanem adott esetben, hogy ne írógépként használjuk a számítógépet, hanem rendszer legyen az egészből. És hát a főnöki hozzáállás az eléggé közismert sok esetben, hogy bármit megtehetünk, csak az övét, de még az övét hagyján, csak a titkárnőjét ne. És hát ma már egyszer elhangzott, hogyha a főnök titkárnője üti a asztalt, hogy ő Windows-t szeretne, és most ő nem az operációs rendszerre gondol, ő a Word szövegszerkesztőre gondol, de nem tudja azt se, hogy mit kér, meg a nevét se szokták ismerni, hát akkor általában ugrani szoktak az emberek.
értsük meg a felhasználókat, értsük meg azokat a kollégákat, akiknek nehezükre esik az, hogy átállni egyik szoftverről a másikra. Mi rendszergazdák, user supporttal foglalkozók, informatikusok, mi vagyunk értük, és nem ők vannak értünk. Tehát ezzel a gondolkodással én nagyon sokszor kírom magamnak, hogy mosolyogjál. Hogy amikor odahívnak azzal, hogy nem megy ez az izé, akkor ahelyett, hogy legorombítanánk a kollégát, hogy még ezt se tudod, pedig múltkor már megmondtuk, akkor de hát te nagyon jól használod, hát eddig eljutottál, most ezen a kicsi vackon ne akadjál már fenn. Tehát nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy a usereknek, felhasználóknak hogy adunk be egy új lehetőséget. Milyen eszközeink vannak, hogy ledöntsük ezt a falat? Van-e kalapácsunk? Hát az eszközeink, ezek a open source, nyílt forráskód, szabad szoftverek. Ezek, azt gondolnánk, hogy be kell bizonyítani, hogy ezek vannak olyan jók, vagy adott esetben jobbak, mint a dobozos pénzes szoftverek. Nem kell bebizonyítanunk. Ahogy ma már többször elhangzott, rengeteg referencia van. Egy Apache szervernek nem kell megmutatnia, hogy ő tud weblapot megjeleníteni, hiszen tele van a világ vele. A közismert nyílt forráskódú szoftverek, amik itt is a képernyőn egyik másiknak a logóját feltettem, ezek eléggé világos, hogy be tudják tölteni a feladatukat. Nincs szükség arra, hogy mi bebizonyítsuk, hogy ezek fontosak, megvédik ők magukat. Amiről ugyancsak volt már szó, hogy jobb lenne, hogyha ez a pénz, amit Magyarországon az államigazgatás informatikára szánnak, az annak valami más célja lenne. Először úgy gondoltam, hogy viccelek, hogy ezt az ábrát nem magyarázom szóban, mondván, hogyha esetleg elmondom, hogy ez mit akar jelenteni, akkor autóbaleset áldozata leszek kinn a egyetem előtt, de hát itt most már olyan sokan elmondták, hogy ne menjen ki a pénz az országból, mert én is ki tudom mondani. Legyen ez az összeg inkább a magyar vállalkozóké. Tényleg elhangzott, hogy hát adópénzből annak egy fele már rögtön visszajön. Amit még hozzátennék, hogy a vállalkozó, aki itt nekünk support segítséget nyújt egy nyílt forráskódú szoftver, vagy akár bármilyen szabad szoftvernek a bevezetéséhez, maga is tapasztalatot szerez. Az a cég, aki egy államigazgatási szervnek dolgozik, megismeri az ottani légkört. Ő fogja tudni, hogy mik a problémák. Következő alkalommal már jobban fog hozzáállni, és ez a tapasztalat ugyancsak itt marad az országban. Az a cég, amelyik tapasztalatot szerez egy nyílt forráskódú szoftver szapportálásával, adott esetben, nyílt forráskód esetén, ő tovább tudja fejleszteni a szoftvert. Megismeri az önkormányzat lehetőségeit, meg kívánalmait, és úgy tudja fejleszteni, ahogy az ottani megrendelőnek az szükséges. Ő maga is ügyfél, hiszen az a kolléga, aki egy cégtől szapport tevékenységet nyújt nekünk, ő is ügyfelünk lehet, bejön ő is az önkormányzatra, ő is kér személyigazolványt, jogosítványt, állampolgárként hozzá tud szólni, hogy mit szeretne ő. Ő nagyon hasznos a számunkra, amikor egy fejlesztő kilép a saját szerepéből és belép hozzánk, mint ügyfél, és azt mondja, hogy kérem szépen, hát szép, amit mondtok, de én sokkal jobban szeretném, mint magyar állampolgár, hogy ez ne így legyen, hanem így. Tehát ezt a fajta tudást, ezt a fajta hozzáállást nagyon jó lenne, hogyha meg tudnánk tartani. A vállalkozó helyben van. Szerencsés esetben fizikailag is közel, tud nekünk jó segítséget nyújtani, ha megakadunk, még adott esetben azt is hallottuk már ma, hogy egyik-másik dobozos szoftver szapportja az abban merül ki, hogy telefonon olyan segítséget nyújtanak, amely keveset ér. Másik megoldás, hogy nem csak helyi vállalkozóval tudunk segítséget, helyi vállalkozótól tudunk segítséget kérni, ott vannak a saját informatikusaink.
minden államigazgatási intézményben van valamilyen fajta informatikai szolgáltatási lehetőség, 3000 valahány száz önkormányzatban rengeteg informatikus, rengeteg tudás halmozódott fel. Nem lenne rossz, hogyha ezt valahogyan használná a magyar államigazgatás, építenénk erre a tapasztalatra. Hát nagyon fontos lenne oktatást tartani. Ezt mi magunk is szoktuk. Vannak olyan berögződött rossz gyakorlatok a kollégáknál, amelyek lehet, hogy valamikor jók voltak, hiszen már az elődöm is így csinálta, így szoktuk szerkeszteni a dokumentumot. De változtak a törvények, változtak az ügyfelek, és most másképp kell, és ami egykor jó volt, az ma már rossz. Azok az új módszerek, vagy új rendszerek, amik bejöttek, hát a ügyintéző nem fogja ismerni. Nem fogja ismerni, hogy most már akár olyat is lehet csinálni, hogy gyors szöveg beszúrása. Nem fogja tudni azt, hogy olyat is lehet csinálni, hogy körlevél. Erre egy anekdota, egy titkárnőt egyszer megtanítottam körlevelet készíteni. Jaj, de örült neki. Hát minden képviselőnek ugyanazt kell megírnia, most ezentúl majd nem kell. Egyszer megírja és kinyomtatja. Rettentően örült. Következő hónapban láttam, hogy ugyanúgy gépeli egyesével a leveleket, mert hát neki a munkaideje így is 8 óra, úgy is 8 óra, és hogyha azt a munkát gyorsan megcsinálna, akkor netán más munkát adnának neki. Hát ez messziről vezet. Ez az oktatást, ahogy előbb elmondtam, időről időre újra kellene tartani a kedves kollégáknak, hiszen változnak a szoftverek, változnak az igények. Most egy kicsit megint magunkról beszélünk, szeretnék beszélni. Tudtunk egy-két lyukat ütni a falon a 18. kerületben. Mindig megijedek, hogy ez a sárga szöveg látszik-e. 15 szerverből, 12 Linuxos, egy egyes ott lemaradt az elejéről. Sőt, még ez se jó teljesen, mert egy Windowsos és egy Novelles szerverünk van. Nem tudom, hogy kerültek ide ezek a számok. Én írtam őket, nyilván én rontottam el. Ami másik érdekesség, LibreOffice-t szívesen használnánk, de amikor ezt a projektet elkezdtük, még nem is volt. Egyelőre nem tudom elképzelni, hogy rövidesen átálljunk. Amíg az OpenOffice.org alkalmazható, egy-két évig remélhetőleg, addig azt fogjuk használni. Nagy nehezen az összes gépre rátettük. Van, ahol elsődlegesen, van, ahol másodlagosan. Elsődlegesen, ott kénytelenek ezt használni nyilvánvalóan, és olyan gépen, amire eleve nem volt licenszünk, arra természetesen nem is tehetünk, tehát újonnan már nem vásárolunk Microsoft Office termékeket. A főosztályvezető helyettes úr mondta, hogy a PDF generálással volt gondja, pedig nem kéne, hogy legyen, mert a OpenOffice is, meg a LibreOffice is tud PDF-et generálni. Linuxos kliensünk van, DOS-Windows emulációval oldunk meg egy-két olyan feladatot, amit másképp nem lehet. Távoli elérést, saját repozitorit, LDAP címtárat csináltunk. Ezt a képet önmagunkról azért tettem fel, mert elén azzal kezdtem, hogy megszállottaknak kellene, hogy legyen. Ezen a képen látszik, hogy úgy is nézünk ki. Tehát mi csináljuk ezeket a dolgokat. Egyszer csináltunk egy informatikai stratégiát, amiben belevettük, hogy új szoftvert csak akkor vásárolhatunk, hogyha platformfüggetlen, webes, vagy jávás, vagy jáva webes tartós, hogy platformfüggetlenek legyünk. Ez még nem nyílt forráskód, de eddig már eljutottunk. Csináltunk egyszer egy konferenciát a szabad szoftverekről, és fenntartunk egy honlapot, ez a reklám helye, ahol szabadszoftverbp18.hu, ahol többé-kevésbé sikerrel ezzel kapcsolatos híreket megjelenítjük. Hát sajnos nincs itt már se a főosztályvezető helyettes úr, se a helyettes államtitkár úr. Mit tehetnek a magasabb szervek egy költségtakarékosabb közigazgatás érdekében? Mit szeretnénk, hogyha lenne? Hát azt szeretnénk, hogyha segítséget nyújtanának tanácsadással. Lenne egy olyan intézmény, ami ebben segít. Ajánlások. Mint hallottuk, talán elindult errefelé az élet. A legjobb gyakorlatok összeszedése.
Fekete Gábor helyettes államtitkár úr ma reggel ígérte, hogy jövőre ilyen is lesz. Hát anyagi támogatást azt is szeretnénk, ám de nem valószínű, hogy egy hamar lesz. A következő felvetésem az, hogy a jogalkotás részéről is várnánk egy kis segítséget. Tudnék a jogászi gondolkodás, meg az informatikusoknak a folyamatban, a rendszerben való gondolkodás eléggé különbözik egymástól. Ez hasonlít ahhoz, mint hogy a úthoz tervezik az autót, és nem az autóhoz az utat, de azért nyilvánvaló, aki egy utat tervez, annak tudnia kell, hogy milyen járművek fognak rajta futni, de ha egy járművet tervezünk, ahhoz is kellene tudni, hogy milyen úton fog futni. Most egy kicsit a reményeinkről, hogy milyen lesz az élet, hogyha nem lesz ez a fal. Lesz nyílt szoftverek helyes aránya. Nem mondom azt, hogy csak nyílt szoftverrel lehet megélni. Egy helyes arány. Legyen távmunka, legyen webes ügyintézés, legyen mobilos ügyintézés. Nagyon jó lenne. Legyen egy olcsó közigazgatás, és itt az a felső sarokban, hogy legyenek csinos kolléganők, de hát ezeket már inkább csak az utódjaim számára javaslom, nekem már mindegy. A utolsó mondatom, hogy most nagyon divat a felhőről beszélni, hogy majd az megold minden problémánkat. Hát én egy kicsit félek a cloudtól. A cloud az lesz, hogy bizonyos cégek a eddigi hardware és software dominanciájukat most már a adatainkra is ki fogják terjeszteni, és azt is úgy fogják birtokolni, akkor nem nagyon örülnék ennek a felhőnek. Ellenben, ha lenne egy magyar kormányzati cloud, amely ezeket a problémákat meg tudná oldani, és egységesen tudná kezelni a magyar államigazgatási informatikát, hát az bizony jó lenne. Köszönöm a figyelmet!